Az Euróbarométer egyik felmérésében a magyarok 59%-a nyilatkozott úgy, hogy soha nem mozog, 15%-a pedig nagyon ritkán, tehát a magyarok háromnegyede nem vagy alig végez fizikai aktivitást. Összehasonlításképpen Finnországban 8, Svédországban 12, Szlovéniában 25, Csehországban pedig 26%-a soha nem sportolók aránya. Ezzel összefüggésben nem meglepő, hogy arányaiban szinte minden évben Magyarországon hal meg a legtöbb ember, például szív- és érrendszeri betegség miatt. Ezen a mozgásszegény életmódon hivatott segíteni a Mozgás Receptre program, amely arról szól, hogy a házi orvos akár sportolást is kiírhat receptre. A rendszert külföldi mintára dolgozza ki az állam. A Mozgás Receptre program az Új-Zélandon indult egy olyan 20 évvel ezelőtt, és aztán rájöttek, hogy ebben van ráció, és a Skandináv országban, most már Angliában is ez működik. Igazából arról van szó, hogy a mozgás az gyakorlatilag úgy tud működni, mint egy gyógyszer. Tehát, hogyha valaki rendszeresen mozog, akkor annak a megbetegedése, vagy amikor már megbetegedett, annak a gyógyulása az jóval gyorsabban zajlik. Ezért ezekben az országban, ahol ez már működik, amikor az embernek mondjuk kezdődő magas vérnyomása van, akkor az orvos először nem pirulát ír fel neki, hanem azt mondja, hogy tessék elmenni egy 7-szer, 4-szer mozogni, úgyhogy a nyugalmi pulzusát legalább 30%-kal meghaladja a pulzusa, és különböző betegségekre különböző ajánlásokat fogalmaztak meg. Erről a házi orvosok tájékoztatót kapnak, és a hozzáforduló betegeknek ezt írják fel. A cukorbetegség és a magas vérnyomás esetében már régebb óta a terápia kötelező része a sport, de ismert tény az orvostudományban, hogy több mint 30 betegség megelőzésében és kezelésében játszik szerepet a mozgás. A receptre írás programjának kiterjesztése szeptembertől kezdődik. Most már megtörtént a lefordítása a svéd orvosi háttéranyagnak, azaz, hogy milyen betegségekre, milyen mozgásformákat ajánlanak, viszont ezt át kell dolgozni, mert nem minden esetben adaptálható tűpontossággal a magyar viszonyokra. A nyár folyamán ez az anyag el fog készülni, a házi orvosoknak egy továbbképzés fog indulni az ősz folyamán, és Magyarországon is ez a program már nagyobb léptékben el fog indulni. Sokan nem tudják, de a 12. kerületben ez már most is működik. A 12. kerületi önkormányzat elég innovatív volt, úgyhogy ezt már elindította, úgyhogy ennek a kerületnek a tapasztalatait felhasználva terjesztjük ki ezt a programot először ősszel olyan 20-25 önkormányzatra, és amikor a tanulságok megvannak, akkor a következő évtől ezt szeretnénk szélesíteni ezt a programot. A program lebonyolításában az önkormányzatok lehetnek az egyik legfőbb partnerek. A hatékony működés egyik legfontosabb feltétele ugyanis, hogy a települések összetudják fogni a házi orvosokat, és biztosítsák a mozgáshoz szükséges létesítményeket.